Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Vér Katalin vagyok. A Körcengés ünnepe című sorozatban legutóbb a Máté evangéliumról beszéltem. Ennek az evangéliumnak egyik részlete a hegyi beszéd, annak bevezetője pedig a 8 boldog mondás. Ez Jézus emberképe. Itt mondja el, hogy milyen a boldog ember, a krisztusi ember, az az ember, akihez ő a hegyi beszédet címezi, meg egyébként a többi beszédét is. Arról szól, hogy mi a boldogság, mitől lesz boldog az ember, hogyan érheti el a boldogságot. Azonban Jézus nem csak a 8 boldog mondásban beszél erről, hanem máshol is, más alkalmakkor. Annak, amit mond, összességében a lényege mindig ugyanaz. És ez a lényeg gyökeresen eltér azoktól a válaszoktól, amiket mások adtak az ő korában, vagy később bármikor a boldogság kérdésére. Ezért a 8 boldog mondást akkor értjük meg igazán, ha előbb, mielőtt elkezdenénk erről beszélni, belehelyezzük az általános képbe, és úgy tesszük fel a kérdést, hogy mit tanít Jézus a boldogságról. Mindenkor és minden ember kereste és keresi a választ a boldogság kérdésére. Hogy mi mindenben keresik, tudjuk. Legtöbben a gazdagságban. De erről Jézus így beszél. Ne szerezzetek magatoknak kincseket a földön, mert a földi kincsre sok veszély leselkedik. A legnagyobb veszély pedig az, hogy a gazdagság magának követeli az ember szívét, lefoglalja teljes személyiségét. Mások a gyönyörben, az élvezetben vélik meglelni a boldogságot, evés, ivás, szórakozás, buli az élet és hasonlók. Hát ez, bár rengetegen élnek így, valójában ember alatti színvonal, amely még csak szót sem érdemel. Aztán sokan az elismeréstől, a sikertől várják a boldogságot, arra törekszenek, hogy mindenki jókat mondjon róluk, jó hírük legyen, hogy mindenki csodálja őket és híresek legyenek. Jézusnak ehhez is van szava. Jaj nektek, ha mindenféle jót mondanak rólatok az emberek, mert így tettek a hamis prófétákkal is. Értsd, az emberek soha nem azokat dicsérik, akik az igazságot mondják el nekik, hanem azokat, akik az ő kedvüket keresik, és az ő érdekeiknek megfelelően beszélnek. Ne akarjatok mindenkinek tetszeni, mondja Jézus, mert így bizonyosan nem tetszhettek Istennek. És így tovább, és így tovább. De van valami, ami mindezekben a boldogság elképzelésekben közös, és aminek Jézus Krisztus boldogságról szóló tanítása kategorikusan ellene mond. Az a közös vonás, hogy az emberek mindig valami konkrét dologban keresik a boldogságot, legyen az gazdagság, vagy hírnév, vagy gyönyör, vagy bármi. Úgy gondolják, hogy a boldogság forrása vagy belül önmagukban van, vagy kívül a világban. De ez a tévedés, ez az óriási tévedés. A valódi boldogság nincsen sem itt, sem ott, sem az emberben, sem a világban. Nincs. Ezért is írhatja nagy költőnk Vörös Marti Mihály a Merengőhöz című versében, hogy azt írja, nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldog, oly kevés. Valódi boldogság. Ez nem lehet az emberben, mert az áteredő bűn az embernek egyetlen részét sem hagyta érintetlenül, így a gondolkodását sem. Úgyhogy az ember igazából nem tudja, hogy mi a jó neki, hogy mi az ő boldogsága. De nem lehet a boldogság forrása kinn a világban sem, mert amit a mulandó világ adhat, gazdagság, hírnév, gyönyör, az mind mulandó, ma van, holnapra elmúlik.
Ezzel ellentétben a valódi boldogságnak, amelyről Vörös Marti is beszél, már a fogalmában benne van az, hogy nem lehet mulandó. Az már nem valód, csak is örök lehet a boldogság. No tehát, ilyeneket mond a világ a boldogságról. És mit mond mindezzel szemben Jézus Krisztus? A lényeget szeretném röviden előre bocsájtani, aztán majd részletezzük. Láttuk, hogy Jézus tagadja, hogy a valódi boldogság ott van, ahol a legtöbb ember keresi. Gazdagságban, hírnévben, gyönyörben, stb. De ha nem ezek, akkor mi tesz boldoggá vajon? Jézus, és de voltak éppen az egész Biblia, az Ószövetség is három dolgot, az eddigiekkel szögesen ellentétes három dolgot tanít a boldogságról. Egy, hogy a boldogság Istenben van. Hát ez így egy óriási közhelynek tűnik, de látni fogjuk, hogy nem az egyáltalán. Kettő, a boldogság nem valami konkrét, meghatározott dologban van, amelyeket ha elérünk, akkor elértük a boldogságot is. Ez nem igaz. Hanem a boldogság az egy folyamat, az egy út. Ez az abszolút lényege. Út, amelyen járva lehet boldog az ember már a földön, a földi életben, és ez válik majd véglegessé és tökéletessé a földi élet után. A boldogság út, ez a lényeg, út. Na most ebből következően Jézus tanításának harmadik eleme az, hogy a boldogságra nem lehet közvetlenül törekedni. Ezért nem is kell, meg nem is szabad. Mert a bűnre hajló emberi természet nem tudja igazából, hogy mire kéne törekednie, hogy mi ad valódi boldogságot. Tehát ez a hármas tanítás Jézus szemléletének a foglalata olyan fontos, hogy elismétlem. Egy, a boldogság Istenben van, kettő, nem valamilyen konkrét dolog adja, hanem út, folyamat, és három, nem lehet rá közvetlenül törekedni. Szóval ez a lényeg, és most lássuk a részleteket. A jézusi tanítás első és legfontosabb eleme, hogy a Biblia Istenben, hogy a boldogság Istenben van. Hogyan értsük ezt? Megtudjuk, ha megnézzük, hogy kiket mond boldognak Jézus, mármint a hegyi beszéden kívül. Három példát szeretnék erre mondani. Egy asszony Jézus beszédét hallva felkiált, és azt mondja, de boldog a te édesanyád, aki a méhében hordott, az emlők, melyeket szoptál, de boldog is a te édesanyád, hogy ilyen csodálatos fiat szült a világra. Erre Jézus mit mond? Azt mondja, igen, igen, de még boldogabbak, akik hallgatják Isten beszédét, és megtartják azt. Tehát az boldog, aki hallgatja és megtartja Isten beszédét. Hasonlót mond Jézus Péternek a Máté evangélium 16. fejezetében, amikor Péter megvallja, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia, mármint Jézus. Erre ő azt mondja, boldog vagy, megint ez jön elő, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki neked ezt, hanem az én mennyei atyám. Vagyis a Szentlélek sugalmazott neked, Isten szólt neked valamit, te meghallottad, megértetted, és kimondtad. Na, ezért vagy te boldog, te Péter. Harmadik példa. Miután Jézus megmosta tanítványainak a lábát a János evangélium 13. fejezetében, akkor Jézus a 17. versben kijelenti. Boldogok vagytok, ha megértitek, hogy mit tettem veletek, és miért, és ti is így cselekszetek. Ha megértitek, miért mostam meg a lábatokat, hát kérem szépen, mit kellene ebből megértenünk? Két dolgot. Egy, Jézus
példát mutat az alázatra, de nem így általában és közhelyesen, hanem Isten alázatára, aki mindenkinek a szolgájává lett Jézus Krisztusban. Ő mindenkinek meg akarja adni a boldogságot. A másik pedig, hogy Isten pontosan azzal szolgál, amivel itt Jézus szolgál, hogy megmossa az embert, megtisztítja, folyamatosan tisztítja ki belőle a rosszat, hogy boldogok legyünk, mert tisztátalan, az igazságot nélkülöző ember nem lehet boldog. Ez a tisztítás, ez egy folyamat. Isten nem egyszerre adja tudtunkra a hibáinkat, mert ezt így egy az egyben hát nem bírnánk ki. Ha egyszer csak Isten a fejemre zúdítaná, hogy milyen hiú, önközpontú, irgalmatlan vagyok, milyen rideg, álszent, hamis, hazug, milyen sértődékeny, gőgös, tisztátalan, gondolkodású és beszédű ember vagyok, hát nyomban összeroppannék, az biztos. De ő nem így tesz, hanem folyamatosan, fokozatosan ébreszt rá a hibáimra, és tisztít meg tőlük. Tehát akkor mit mond itt Jézus? Azt mondja, hogy ti is úgy szolgálhattok, hogy általatok az emberek megismerjék az igazságot, és megtisztuljanak hibáikból. És akkor boldogok lesztek. No, láttuk ezt a három példát, hogy kiket mond Jézus boldognak. Ezekben egy közös lényeg van, hogy a boldogság annyi, mint Isten szavát hallgatni és megtenni. Azért ez a feltétele a boldogságnak, amit már mondtam, mert az embernek önmagától csak nagyon homályos és hamis képe van a boldogságról is, meg arról is, hogy mi a boldogság forrása, és hogy őt mi teszi boldoggá. Nem látszólag, hanem valóban boldoggá, nem pillanatnyilag, hanem hosszú távon boldoggá. Ezt Isten tudja, és megmutatja az igényében. Nem egyszerre, hanem folyamatosan, folyamatosan. Magyarul ezt úgy mondjuk, hogy Isten vezet. Logikus, mert a boldogság az egy út, amin ugye járni kell, amin Isten vezet. Nem valami konkrét dolog, amit elég csak megszerezni, amire közvetlenül törekedni lehetne, nem. Közvetlenül törekedni az igazságra lehet, a tisztaságra, Isten szavának hallgatására és megértésére, és az annak való engedelmességre. Ezen az úton lesz boldog az ember. Tehát általánosságban röviden ezt tanítja Jézus a boldogságról, és csak ennek tükrében lehet méltóképpen tanulmányozni a boldogmondást, legfőképpen a nyolc boldogmondást, bocsánat, legfőképpen azért, mert ez ugyanilyen, egy út, a megtérés és a boldogság útja, és ez a lényege, út. Úgyhogy most nem is részletezem az összes boldogmondást, hanem csak ennek a szövegnek a vázlatát. A nyolc boldogságot, mint utat fogjuk fel, amelynek van két szakasza, egy lefelé és egy felfelé vezető szakasz. Az első szakasz az első négy vers, ez lefelé hatol az ember létnek a legmélyéig. A második rész, a második négy mondás, az ötöstől a nyolcas mondásig, a mélyből felfelé vezető útnak a négy állomása. No hát lássuk. Az első a tudat szintje. Boldogok a lélek szerint szegények. Vagyis nem anyagi szegénységről van szó, hanem egy tudati dolog. Annak az egyszerű belátása, hogy én önmagamtól szegény vagyok, nincs semmi jó bennem, és ami javam van, mindaz Istentől való. Belátás. Ennyi. A második mondás mélyebbre szalad az érzelmek szintjére. Boldogok a szomorúak. Megint nem általában van szó a szomorúságról, persze.
Hát a kereszténység nem a szomorúság, hanem az öröm vallása. De miután az ember útja elején belátta teljes szegénységét, tehetetlenségét a jóra, felismerte, hogy önmagától csak a rossz van meg benne, akkor nagyon mélyen megbánja a bűneit. Szomorkodik a görögben, sír, sír miattuk. A harmadik lépés még mélyebb szintre visz, boldogok a szelídek. Itt már megváltozott a lelkület, vagy magatartás. Az ember feladja fensőbségének addigi hamis képét, és szelíd lesz. Vagyis alázatos szívű, ahogy Jézus önmagáról mondta. Már nem magasztalja fel magát, nem helyezi magasabbra magát másoknál. Vagyis alacsony, alázatos szívű. Nem törtet, nem gázol át az embereken, hanem megértő lesz, és szelíd. A negyedik lépésben elérünk a személyiség legmélyére. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Az ember egészen kiürül, kiüresedik addigi mi voltából. Üres, éhes, szomjas, halálosan. És az ürességnek ebben a halálos állapotában elkezd vágyódni arra, hogy Isten töltse be az ő ürességét a maga igazságával, hogy Isten tegye őt igazzá. Tehát eddig az első négy lépéssel egyre mélyebbre jutottunk a személyiség rétegeibe. Először a tudat, a szegénységünk belátása. Utána az érzelmi akarati világ, a bűnbánat. Harmadik lépés a lelkület. Szelíd lesz az ember. Negyedik lépés az éhség, szomjúság, a teljes kiüresedés állapota. Az emberi lény mély pontján járunk, kedves hallgatóim. És az ember most Istenre vár, hogy eddigi saját igazsága helyett, mely hamisnak bizonyult, ő töltse be az embert a maga igazságával. Tehát erről a mélypontról indul el felfelé az ember. Kezdődik a mondások második fele, az 5-től a 8. mondásig, fel a magasba. Először 5. mondás. Boldogok az irgalmasok. Hát az ember először mit lát meg Istenből, amikor megtér, hogy Isten irgalmazott neki a ronda bűnei ellenére. Irgalmazott. Erre elkezdi ő is utánozni az irgalmas Istent, az ő szemével látni embertársait, és irgalmas lesz, amennyire tud, szolidáris a másikkal, mert tudja, hogy mind egyformán Istenre vagyunk utalva a boldogság útján. A 6. mondás magasabbra hág, még magasabbra, boldogok a tiszta szívűek, mert az irgalom az új isteni látásmód kezdete volt, és ez a látásmód, ez így lassan kiterjed, kiteljesedik, egyre inkább az isteni szemlélet uralja az embert, míg végül maga a szív az embernek a centruma, a legmélye lesz tiszta. 7. mondás és 7. lépés, még följebb, boldogok a béke teremtők. Tehát nem ilyen békességesek, akik maguk békességesek, hanem a béket csinálók, szó szerint. Isten és az ember között ugyanis a bűn miatt nincsen béke. A bűn óta nincsen béke. Az ember a bűn óta a harag fia, a harag gyermeke, ahogy Pál apostol mondja az efezusi levélben. És Krisztus pedig pont azért jött, hogy áldozata árán megszüntesse ezt az állapotot, hogy az embert kibékítse Istennel. Azt mondja tehát a 7. mondás, hogy boldogok, akik eljutottak olyan magas szintre, hogy most már be tudnak állni Krisztusnak ebbe a béketeremtő munkájába. Isten kegyelmének hirdetésével
közelebb viszik az embereket Istenhez, és kibékítik őket vele. 8. utolsó mondás, boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, tehát nem valami bűnükért, nem akármilyen, az igazságért. Ez a végső állomás, a legfelsőbb fokozat. A béketeremtés ugye nem alapulhat máson, csak az igazságon. De Jézus sorsa megmutatta nekünk, hogy az emberek egyszerűen nem bírják ki, hogy szembenézzenek az igazsággal. Inkább elkezdik üldözni az igazság hirdetőjét. Így szenvedett üldözést Jézus az igazságért, meg Isten emberei az igazságért, egészen életük odaadásáig. Ez tehát az életút vége. A boldogság felé vívő út, a 8 boldog mondás csúcspontja. Boldogok, akik végigjárják ezt az utat, mert övék a mennyek országa, vagyis Isten uralkodhat az életükben, már a jelenben, és ez lesz aztán teljessé, meg tökéletessé, az örök életben. Úgy legyen, ámen. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.